A mai napon az anyateljes világnapot ünnepeljük, ezt az ünnepet minden évben megtartjuk, most már hagyományszerűen itt a kórházunkban is szeptemberben, és jelen esetben azt ünnepeljük, hogy együtt fogunk dolgozni, egymást segítve egy csapatban. Kik azok a szakemberek, akik a mai napon előadást fognak tartani, és milyen témákban? A mai napon főként az újszülött osztály dolgozói fognak előadást tartani, a vezetőszülésznőnk, az osztály védőnője, a csecsemős nővér és én magam is. Kiket várnak a mai rendezvényre? Hát mindenek előtt az édesanyákat várnánk a kisbabájukkal, de sajnos ebben az esős időben nem tudom hányan tudnak eljönni. Ezen kívül védőnők kollégáinkat, munkatársainkat hívtuk meg, és természetesen a kórház igazgatását, főigazgató urat. 2017-es évben milyen teendők vannak a szoptatással kapcsolatban, milyen az anyateljes világnappal kapcsolatban? A VABA idei mottója, hogy tegyünk együtt a szoptatásért. A szoptatás egy nagyon széles körű dolog, sok réteget von össze, sokféle ember tud együtt dolgozni, és mi a mai napon éppen azt szeretnénk megmutatni, hogy milyen sokféle és sokrétű ez a folyamat. Lesz szó arról, hogy milyen csodálatos egy újszülött, hogyan illeszkedik az emberiség fejlődésébe, mit tesz az egészségügy a koraszülött, a koraszülés megelőzéséért, hogyan készíti fel a védőnő a várandósokat a szoptatásra, és hogy hogyan támogatjuk mi itt az újszülött osztályon a szoptatást és a friss anyukákat. 2012 óta vagyunk Baba Barát Kórház, ez egy megtisztelő nemzetközi cím, és valóban mi nagyon igyekszünk, hogy elhárítsuk az akadályokat a szoptatás útjából, és tevékenyen is tudjuk támogatni az anyukákat. Mennyire fogékonyak az anyukák a szoptatásra? Az anyukák nagyon fogékonyak a szoptatásra. Magyarországon egyébként is gyakorlatilag minden anya elkezdi a szoptatást. Inkább ott van a probléma, hogy kapnak elegendő támogatást ahhoz, hogy folytatni tudják, és hosszú távon is tudjanak szoptatni. Milyen támogatásra gondol? Hát bizonyos sokféle lehet. Hát mindenek előtt a család támogatása szükséges. Tehát azok szoptatnak gyakran a legsikeresebben, akik mellett ott van a párjuk, ott van a tágabb család, akiknek a baráti körükben is szoptatnak a barátnők, akiknek van tapasztalat, mert az édesanyjuk is szoptatott már, illetve nagyon fontos az, hogy a társadalom hogyan értékeli, hogyan ítéli meg a szoptatást. Hát hogyha elfogadott a nyilvános szoptatás, ha elfogadott, hogy az anyukák munka mellett is szoptatnak, ha van munkaidő kedvezmény, ha van szoptatási szünet, ha családbarát az a munkahely, ha van lépcsőzetes munkakezdés, otthonról végezhető munka, ez mind-mind nagyon fontos a szoptatás szempontjából. Meddig javasolják a kisgyermek szoptatását? Van erre egy nemzetközi ajánlás, a WHO ajánlása a 6 hónapig tartó kizárólagos szoptatás, ezt követően a hozzátáplálás elkezdése, és emellett a szoptatás megtartása legalább 1 éves korig, de lehetőleg 2 éves korig, vagy azon is túl, ha mindkettőjüknek ez megfelel. Tehát a gyermek is igényli, és az anya is szívesen veszi. Na de azt is tudjuk, hogy ugye nem minden édesanya képes arra, hogy szoptassa a gyermekét, ennek milyen okai lehetnek? Azt szoktuk mondani, hogy az anyáknak úgy 95%-a biológiailag képes lenne arra, hogy szoptassa a gyermekét. Vannak azonban ebben egyéni különbségek, tehát akadnak aprócseprő anatómiai eltérések, ha esetleg a várandóság vagy a szülés nem volt teljesen természetes, ha közbe kellett avatkozni, gyógyszereket adni, műtétes szülés, anyabetegsége, ezek mind befolyásolják azt, hogy simán indul-e a szoptatás, vagy segítséget kell adni. Általában extra segítséggel szinte mindenki tud szoptatni. Mi ellen véd az anyatej? Az anyatej nagyon sok minden ellen véd, védi a baba egészségét és az anya egészségét is, tehát ez egy párosban megnyilvánuló jó hatású folyamat.
A gyermekekről már nagyon sokat beszéltünk, tehát tudjuk, hogy optimális az anyatej a fejlődésükhöz, az a gyerek első védőoltása, fertőző betegségek ellen véd, allergia ellen véd, segíti a koordinációnak a fejlődését, a fogzásnak a fejlődését, a beszédhibák megakadályozását, és mindenek előtt összekapcsolja az anyát az újszülöttjével, tehát az anya és a baba között egy olyan kapcsolatot alakít ki, amelyik mindkettőjüknek javára válik, stresszoldó is. Az anya szempontjából a hosszú távú szoptatás segít a mellrák és a petefészek rák megelőzésében, csontritkulás megelőzésében, civilizációs betegségek megelőzésében, kevesebb a magas vérnyomás, az elhízás közöttük, és ami nagyon-nagyon fontos az, hogy a szoptatás egy örömteli, gyönyörű folyamat, amiben az anya számára is stresszoldó, és a baba számára is, tehát tulajdonképpen a családokat ezen a módon tudja segíteni. Egy boldog anyuka, egy boldog családi élet, az nem kell mondani, hogy miért jó az emberek számára.